A mai részben folytatjuk a megkezdett, alapozó, kezdőknek szóló gondolatsort. Semmi, ismétlem, semmi olyan nem lesz benne, amely valakinek valamilyen különleges problémát okozna, vagy alapból ne tudna. Azaz nézzük is meg, milyen gondolatokat szeretnék megosztani azokkal a kezdőkkel, akik már felraktak egy Linuxot, felrakták azokat a programokat, amiket szerettek volna, és már ezt-azt beállítottak. Egy pár olyan gondolatot osztok meg, ami talán-talán hasznos lesz. Itt is elismétlem, érdemes ezt csak hallgatni, hiszen nem mutatok semmit olyat, amit neked látni kellene takarítás, mosogatás, egyéb dolog közben. Meghallgatod, megjegyzed, hogy ha jó lenne, hogyha ezt meg azt megcsinálná az ember, és akkor talán kényelmesebben, jobban és produktívabban tudná használni a kedvenc Linux rendszerét. Miután megnéztük azt, hogy hát bizony vannak partíciós struktúrák, tehát hogyan rakjuk össze a gépben lévő lemezeket, próbáljunk meg logikusan összerakosgatni, meg hát az adatkönyvtárakat is, mármint a saját dokumentum adatainknak a könyvtárait is, jó lenne, hogyha már valami elv szerint összerendezgetnénk, úgyhogy minimum a mentési folyamatunk biztos legyen, ne kelljen 20-40-50 alkönyvtárat összegubernyákolni, hogy azt le kell menteni, és abból biztos, hogy a felét el szoktam felejteni bejelölni a mentési programba, akkor bizony mi a következő lépés? Nem biztos, hogy ilyen sorrendbe kell csinálni, ezt előbbre is viheted, hátrébb is viheted, de tedd meg azt, hogy tegyél fel egy plusz kernelt. Kernel az a mag, ami kommunikál a gép és te között, tehát ez a Linuxnak a lelke. Na, bele fognak kötni, hogy ez nem így van, így van, másképp van. Lényeg, ez egy olyan fontos dolog, ha ez megsérül, vagy pánikol, hiszen előfordulhat, hogy bár nagyon ritkán, hogy elkezd olyanokat kiírni a gépet, hogy kernel pánik, akkor nem csak a kernel, tehát a rendszer mag fog pánikolni, hanem te is. Mert frissítéskor bekrepálhat esetleg a kedvenc, ha egy darab kerneled van, és utána nem fog elindulni. Higgyétek el nekem, hogy még egy félhaladó sem fogja tudni egy meghűlt, szétbarmolt, esetleg frissítés közben tönkrement, nem szokott ilyen előfordulni, de előfordulhat, kernelt helyrehozni, az majdnem biztos a mi szintünkön, a mi szintünkön egy újratelepítéssel jár, de hogyha van még egy plusz harmadik, negyedik kernel telepítve, másfajta, más típusú, akkor természetesen elindul a géped, az alapkernellel hát bizony nem indul, akkor gyorsan a listából kiválasztod a másikat. Nekem három kernelem van, egy speciális kernel, nem igazán speciális, csak másfajta, mint az alap. Van az alapkernel, amit jelen pillanatban a stabil ágú kernelek alaprendszerek közül a stabil ágnak a legújabb. Arch alatt ezt kapjuk. És van a fejlesztői ágú, amiben bent van a legújabb fejlesztés is. Ez a három számomra biztosítja azt, a speciális biztosítja azt, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon picit gyorsabb a gépem, az alap, az a stabil, hivatalos gyári kernel, hát abban nem szokott probléma lenni, és ha a harmadikkal indítom el a gépet, akkor mit látok? A lehető leges-leges legújabb fejlesztésű eszközt, ami például egy AMD harmadik generációs processzoroknál, a Ryzenek, amik tavaly jelentek meg, hogyha később hallgatottak a 19-ben, megjelent Ryzen processzoroknak már méri a hőfokát is, az összes adatot kijelzi. Az alap kernel még nem, de ez egyel fejlettebb, egyel kevésbé stabil, de fejlettebb. Tehát van három. Ha egyik bekrepál, mert a frissítéskor ott persze valahol nagyon-nagyon messze valamit elrontottak, vagy én rontottam el, az is előfordul, akkor tudok indítani. Ha pedig olyan a disztribúció, és vannak ilyenek, a Debian alapú disztribúciók nagy része ilyen, hogy több kernel, tehát a régi kernelt is megtartja, tehát ahogy frissülnek a kernel számok, úgy a régit is megtartja, ott nincs ilyen probléma, de az Arch Linux alatt bizony nekem egy volt, és hát az eléggé vakeráztam a fejemet, hogy hát jó lenne még egyet, még kettőt, még hármat,
berakosgatni, és ahogy a cikkben azért van ott a kis nyilacska és a honlapomon, aminek a linkje a videó alatt lesz, bizony, ha elolvasod, rájössz, hogy nagyjából, most nem akarok azon, 4 vagy 5 darab olyan lépésből áll, és ez grafikus felületen is meg tudod tenni, bár én inkább a parancsoros dolgokat szeretem, ami bizony mit ad számodra, hogy feltelepítesz egy plusz biztonsági kernelt, azaz bármi lesz, nem lesz pánik, lehet, hogy a kernel pánikol, de te nem fogsz, mert újraindítod a gépet, és láss csodát, ki tudsz másikat választani. Nem 100%-os biztonságot kapsz, de sokkal nagyobbat, mint hogyha egyel szeretnél folyamatosan dolgozni. Nem szokott probléma lenni, de előfordul. Következő lépés, programok, amik kellenek. Na hát ezért is készült ez a videó, mert sok mindent megcsinálnak az emberek. Fölnyomják a Linuxot a szerencsétlen gépükre, át se gondolják az adat, illetve partíció struktúrát, de fölnyomják, és mi az első, vagy a második, majd a másik elsőt is megmondom, hogy miért nem jó az, hogyha azzal kezdjük, mit kezdek programokat fölrakni. Tucat szám. Majd rohangálni azzal, hogy jaj, ezen mennyi program van, jaj, micsoda vacakó rakták össze, ezt van olyan program, ami neked nem kell. Azokat le kell szedni. Azaz, a programokat fel kell rakni, amik neked kellenek. Ha nem tudod, hogy a te kedvenc és eddig nagyon jól használható Windows-os programjaidnak mi az alternatív dolga, a Linux alatt megfelelő programocska, akkor jegyezd meg ezt a internetcímet, ott rengeteg ajánlás van, minek mi a megfelelője itt, meg hasonló programokat is ajánlanak, például, hogyha rákeresel egy-egy média lejátszóra, kapsz egy listát, ki tudod választani, nézd meg, itt is a Lenini út, és a haladó ős Linux gondolkodás, nem csak a mPlayert, SMPlayert, meg egyebet kell kipróbálni, hanem a VLC-t is, ez is egy lejátszó, egy film lejátszó dolog, ki kell próbálni. Nem csak az A, B és C zene lejátszót kell kipróbálni, de az utóbbi időben vagy 15-öt kipróbáltam. Miért? Hogy azt találjam meg, ami nekem, nem másnak, nekem megfelel. Ráment az időm, de megtaláltam azt, ami tudja azt, ami nekem kell, úgy tudja majdnem azt, amit nekem kell, hogy az nagyon jó lett. Azaz, amíg te itt gondolkodsz meg, hallgatsz engem, gondold át azt is, hogy milyen programokra lesz szükséged, és rakosgasd föl szépen egyesével, amíg nincs rutinod. És nehogy azt higgyétek, hogy ellenkező ez, amit eddig mondogattam, hogy rakj fel mindent, csinálj mindent, próbálkozz a terminállal, amíg nincs rutinod, használd a grafikus felületet és a tárolókat. Az adott tárolod, amit alapból kaptál a disztribúcióddal, és azokat, amiket te pluszba betetted, például az AUR-t, használd ezt. Használd az alap dolgokat. Miért? Mert ezek kisebb, nagyobb, vagy nagyon nagy részben 100%-osan működni fognak disztribúciónként eltérő biztonsággal, tesztelési folyamat után, ezek biztosan, hogy működnek, azaz nem lesz kudarc élményed. Kerüld a kudarc élményeket az első időben, utána úgyis lesz egy csomó kudarcod, bakid, meg egyebed, de kerüld el azokat, hogy most látsz egy programot, ami nagyon megtetszik, és elkezded a programot forráskodból leforgatni. Majd miután te már úgy érzed, harmadik program felrakása után úgy fogod érezni, hogy azért, hát ezt egy kicsit ki kéne bővíteni, és már te professzionálisan be tudod x-elni, pipálni azokat a programokat, melyeket te használni szeretnél, és ebben semmi izgalom nincs, akkor majd ismerd meg az egyéb lehetőségeket is. Vannak. Képzeljétek el, Debian rendszer, vagy Arch alapú rendszer alá nem csak Debian, vagy Arch hoz készült csomagokat lehet használni. Flatpak csomagok, Apimis csomagok, vannak lehetőségek. Van róla cikk, mit hogyan tudsz telepíteni. És hozzáteszem, ez csak a nagyon kényelmesen telepíthető eszközökről beszéltem, olyanról, hogy Go-val, Rosttal, vagy egyébbel telepített, vagy Python telepít, PIP3-as telepítésekkel nem is beszéltem. Vannak ilyen telepítések, kinyílik a világ.
A végén, a Lenini útnál el fogom mondani, próbálj ki mindent, próbálj ki minél többet, és ismerd meg az egyéb lehetőségeket. Ez nagyon fontos. Nem csak a tárolókban, alaptárolókban, nem csak a hozzáadott plusz tárolókban, hanem egyéb forrásokból is tudsz biztonsággal telepíteni, akár olyan program újabb verzióját is, mint ami a tárolomba megvan, csak az régi, vagy esetleg egyéb indokkal is lehet például egy APMI-chat, Flatpak eszközt neked telepíteni. A te döntésed. Pár soros leírást találtok a honlapomon, nézzétek meg, vagy akárhol máshol, természetesen. Ha már felraktad azokat a programokat, amelyeket biztos, hogy használsz, szedd le azokat a programokat, amiket nem használsz. Így egy kicsit kompaktabb, talán kicsit biztosabb, picikével stabilabb rendszert kapsz. Nem égbe kiáltó a fönt marad 8-10-20 akármennyi olyan program, amit főrakott a disztribúciónak a készítője, mert úgy gondolta, hogy az fontos, de én azt szeretem, ha egy darab olyan grafikus szövegszerkesztő van, amit én használok. És ez pontosan nem az, amit Erik használ, az Arch Linuxnak a készítője. Én azt nem szeretem. Az is jó, de én mást használok. Azaz, az övét leszettem, amit ő felrakott ott velem, mármint a telepítővel, és utána felraktam azt, amit én szeretek használni. Ennyi. Készíts olyan program összeállítást fejedben, az elképzeléseidben, ami számodra jó. Próbálj ki sokat, és maradj meg egynél. Ez későbbiekben megint elő fog fordulni a végén, amikor a Lenini utat a tanulást fogjuk megismerni. Azaz azt, hogy ismerj meg rengeteg programot, válaszd ki az, ami neked kell, de az, amit te használsz, az az elejétől a végéig általad ismert legyen. Hiszen mindenki tudja, illetve mindenféle statisztikák vannak, bár a felét se hiszem el ezeknek, hogy a programoknak csak a 10%-át, mármint egy adott program 10%-át használjuk ki, a többit nem is ismeri az átlag felhasználó. Ez nekünk nem jó. Nekünk az a jó, hogyha egy programmal, ha azt a funkciót, ami számunkra kell és fontos, meg tudjuk tenni, akkor azzal tegyük meg, ne egy funkcióhoz egyet, még egy funkcióhoz még egyet, a harmadikhoz meg egy harmadikat használjunk, amikor az első, a kedvencünk is ismeri ezt. Erre nagyon figyeljél, minél kisebb egy rendszer, annál gyorsabban fog működni, legalábbis a mi szintünkön. Legalább a telepítés és a törlés már rutin lesz egy idő után, ha felpaklászod a programjaidat. Leszeded a nem kellőket, akkor nagyon begyakorolod azt, hogy villámgyorsan, akár grafikusan, és már lehet elgondolkodni azon, hogy terminálból is leszedjünk, vagy felragjunk egy-egy programot, akkor nagyon gyorsan meg tudod tenni. Az ismereteid, a gyakorlatod nagy lesz. A következő gondolat, mivel hogy felraktál, leszedtél, jaj, kipróbáltál, mégiscsak leszedted, harmadikat kipróbáltad, visszatérsz az elsőhöz, ezeket a köröket lefutod, bizony ne feledkezz meg arról, hogy a szemetet töröld le. Azaz, tedd meg azokat a átmeneti állományok törlését, telepítési átmeneti állományok törlését, amit akár a csomagkezelőd ott hagy, mert ez mindegyiknél előfordul. Akár a Debiannál, Debian alapú rendszereknél, akár a Fedoránál, RPM alapú rendszereknél, akár pedig az Arch alapú rendszereknél mindig marad fent letöltött állomány, letöltött csomag, főleg akkor, amikor például az Arch alapú rendszereknél az Aurból, tehát ezekből a felhasználói tárolókból, amit bekapcsoltunk már az elején, megmutattam az egyik videóba, egy kattintás és végtelen sok eszközhöz hozzá tudsz jutni, azok, hogyha forráskódot töltik le, helybe forgatják le, vagy ahogy mondtam, tegyél fel legalább két kernelt, hát bizony, a Aurból, vagy akárhonnan, hogy leszedi a rendszered a forráskódot és helybe fordítja le, hiszen ezért állogattunk ott a különböző processzormagok számát, hogy gyorsabban történjen meg, az rajta marad a gépeden. Az első alkalommal, amikor én tisztítást adtam ki, volt róla szó, hogy melyik programmal érdemes általánosan is tisztítani, illetve adatbiztonság szempontjából is egy kellemes programocska, amit mutattam, a Blackbitch, bizony, annál 10 gigányi anyag lehet letörölve, ami azt jelenti, hogy egy 200 környéki szabad helyből 210 gigányi szabad helyem lett. Jó, nem sok, olyan
Pár terabájtos tárolóknál nem gond, de egy gyorsabb, modernebb lemeznél, ami viszonylag drága manapság, és a kicsit tudja megvenni az átlagember, nem a 2 terabájtos SSD-t, ezt az új fajtát, ami viszonylag nagyon gyors, bizony azért az számít, az a 10 giga is. Például a Flatpak telepítés hagy maga után szemetet, volt róla a cikk. Olvassátok el, ha használtok ilyet, és takarítsátok le a gépeteket. Az ilyen szempontból elméletileg, de igazából valóban elméletileg bizony az a legjobb, amikor AppImage-et telepítesz, hiszen az egy fájl, amikor lekapcsolod a AppImage-et, tehát törlöd, akkor törlődik maga az egész program, és akkor nincs szemét mögötte, a temp könyvtárakat pedig kiüríti automatikusan a gép. Erre figyeljünk arra, hogy például fórumon, ha jól emlékszem, a Linux Mint fórumán panaszkodott valaki, hogy valami iszonyat sok, tizen, akárhány giga, nem mega, gigabájtnyi naplófáj van a gépén, rengeteg helyet elfoglal. Most az, hogy 5, 10, 15, teljesen mindegy, ha már úgy kezdődik, hogy giga, akkor az rettentő sok. Hát bizony, azt is nézzétek meg, erről is volt a naplófájlok tisztítása, karbantartása, egyszeri alkalommal való beállítása, témakörben egy-egy cikkem, és érdemes átgondolni, nézd meg, hogy neked mennyit használ el, és ha többet, mint amennyit te arra a naplózásra szánsz, akkor állogasd be. Azt hiszem 2 vagy 3 parancsot kell ismerni hozzá. Egyszer lefuttatod, egyszer beállítod, egyszer ellenőrzöd, azért biztos, ami biztos, ellenőrizzük, és utána már végtelen ideig, amíg ezt a rendszert használod, az adott telepítést nem kell állogatni. Tehát a szemeteket, a karbantartást tedd meg. Ilyenről nem is igazán akarok beszélni, hiszen a Blybitch az letakarítja neked azokat a átmeneti fájlokat, egyebeket, amikre nincs szükséged, de például a kukát jó lenne, hogyha ürítenéd időnként adatbiztonság szempontjából is, hiszen természetesen abból vissza tudod nyerni, vissza tudja más is nyerni a te kidobott szemetedet. Erre figyeljünk, azaz programokat eltávolítjuk, ami nem kell, szemetet kitakarítjuk, egy kompakt, kényelmesen használható rendszert fogunk kapni. Az, hogy hogyan távolítod el a programokat, az egy kicsit macerás tud lenni, hiszen a start menübe esetleg más néven fordulnak elő a programok, mint a csomagnevek, ezért megmutatom, hogyan lehet nagyon egyszerűen figyelj erre a szóra, megint nagyon egyszerűen előkeresni egy-egy programnak a leánykori nevét. Figyeljünk rá, a magyar fordítások, a menürendszer adja azt, hogy nem egy program nevével dolgozol, hanem annak van egy fordítása, van egy általánosan ismert és elfogadott megnevezése, ami nem 101%, hogy a Linuxos nevét fogja, a csomag nevét fogja takarni. Hát bizony, nézzük is meg, nem nagy dolog, de aki nem ismeri, az esetleg egy kicsit kolbászolhat, kolbályoghat a menürendszerbe, és nem tudja eltávolítani azt a fájlt, azt a csomagot, ami neki nem kell. Nem is olyan nehéz. Nézzük is meg. A legegyszerűbben úgy tudjuk meg egy programnak a leánykori nevét, hogy rákattintunk a start menüre, kikeressük, legyen a lemezek, hiszen előbb azt használjuk leme, és megkaptuk a lemezek kiírást. Hát ennek mi lehet az a neve, amit mi a tárolóban megtaláljuk? Valószínű, hogy angol nyelv területen nem úgy fogják hívni, hogy lemezek, rákattintasz, és van olyan, hogy alkalmazás szerkesztése nagyjából ehhez hasonló eszközt kapsz, és ide lesz írva, hogy mi a parancs. Azaz, hogyha el szeretnéd távolítani, akkor nem úgy fogod keresni, hogy lemezek, hanem GNOME Disk. Azt hiszem, ennyi, túl is van ragozva, szerintem mindenki tudta, hogyan lehet egy indítóikont vagy egy bejegyzést a menübe belerakni, ott bizony meg kell adni ténylegesen azt a parancsot, amit szeretnénk lefutatni, hiszen például a Tint 2-es beállításánál is megbeszéltük, hogyha egy indítógombot, egyebet hozzá szeretnél tenni, vagy egy művelet elvégzésére ikont szeretnél elhelyezni, akkor bizony, hát nem a magyar nevét, lemezeket kell oda beírni, hanem az egész parancsort, az eredeti, gyári, Linuxos nevét kell annak a programnak meghatározni. A következő lépés a mentési folyamat beállítása. Tudjátok, paranoid vagyok. Mentés, mentés, mentés. Eddig is arról beszéltem, ha
a Linuxom elhal, akkor semmi baj. Van egy partíció, nálam egy lemez, amin a Linux van, és le lehet csatolni azokat a lemezeket, amire nekem az adatok vannak mentve. És ha megnéztétek és emlékeztek az előbb elmondottak, amikor a partíciók a lemezekről beszéltem, hogy van egy fel nem csatolt, biztonságos, új, és viszonylag jó minőségű, jó, nem a legjobb, de jó minőségű lemezem, ami vadi új, azon van az összes mentés. Nem vesznek el az adatok, de van egy külön videó, egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, jól használható előtét programról, egy parancsoros programnak a grafikus előtét programjáról, amiben pár kattintással beállítod, hogy mit, hova mentsen, milyen időszakonként, és automatikusan meg tudod tenni, beírja magát a koronba. Ez időzíti a dolgokat a számítógépeden, és utána, hogyha ez be van időzítve, akármilyen időszakonként le fogja futtatni a mentési folyamatot. Egyszer gondold át praktikusan, ha kell rajta változtass, és soha többé, amíg ezt a rendszert le nem törlöd, nem kell hozzányúlni. Automatikus rendszer kialakításokat tudunk megtenni, automatikus feladat elhárítás, kidelegálod a programnak a komoly feladatokat, megcsinálja. Én a mentési rendszerre gyakorlatilag egy hónapja rá sem néztem, megy. Előtte 2-3 naponta megnéztem, hogy a mentések tökéletesek-e, akkor telepítettem ezt a rendszert fel, és utána nem kell nézegetni, működni fognak, mert a Linuxnak van egy olyan igen jó tulajdonsága, hogy ő működőképes, nem fog átérni neked semmit, nem lesznek legalábbis a legtöbb disztribúciódban olyan problémák, hogy a frissítések agyon frissítenek, és aztán nem működik valami, ilyen beállított dolog, 99%, hogy egyszer megcsinálom, és utána nem is kell vele törődnöm. Praktikus, és ahogy az előbb mondtam, ha a mentendő anyag nem 1000 helyről van összeguberálva, ha azt teszed, hogy egyik lemezen tartod a zenéket, a másik helyen tartod az audiofájlokat, a harmadik helyen az audiobokokat, negyediken a háttérzenét a videóhoz, hatodik helyen meg éppen az olyan csilim-csölöm zenéket, amiket ide-oda be tudsz illeszteni. Bocsi, nem úgy kell. Egy helyen, egy könyvtárba legyen, annak az alkönyvtáraiba, minden strukturáltan berakva, azt az egy könyvtárat mented, és akkor nem marad el semmi. Lásd például a harmadik lépést, amiről beszéltem. Próbálkozzunk meg egyszerűsíteni az életünket. Nekem 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab könyvtárból menti a gép a fájlokat. A dokumentum könyvtárból, például amit láttatok, a következő egy olyan fáj, ami egy titkosított, azokat az anyagokat tartom benne, amik kényesek. Van a saját könyvtáromban a BIN könyvtár, amit természetesen, hát hogy is mondjam, oda teszegetem be azokat a programokat, amiket én fordítottam, vagy innédől majd összeszedegettem. A következő például a kódbázisomnak, tehát annak a kódoknak a gyűjteménye, amit az már bemutatott programocskába beleszoktam rakosgatni, később lesz róla szó, van is róla videó, és utána ezeket szépen lementegeti, ennyi, és utána nincs olyan, hogy valami elmarad, figyelj rá az adataid, a tiedek, ha elkavarod őket, a te dolgod, vissza lehet állítani, beszéltünk ilyesmiről is, de hogyha valamit nagyon elveszítesz, azt újra el kell készíteni, és egy 2-3-4 napos munkánál problémát jelent. Gondold át, egyszer kell beállítani, összerakni a mentési rendszert. A következő lépés már sokkal izgalmasabb. Én tudom, hogy az előzőek nem olyan izgalmasak. Uncsi, leszedegetni a nem kívánt fájlokat, hiszen azokra nincs szükségem, meg különben is minek takarítani a gépet, úgyis van elég helyem, meg ilyen hülyeség, hogy kernelt, még miért rakjak föl, hogyha csak egy vált, jó, az működni fog. Oké, ezek uncsi dolgok, az izgalmasak, ezek a rendszerhangulás és hardware beállítás. Már összeállítottad magadnak azt a környezetet, amivel dolgozni tudsz. Most ezen túl be kell állítani hardvereket, nyomtató, szkenner, akármi, videókamera, minden. Ezt körbe kell járni. Ez is egy olyan dolog, hogy az életben pontosan egyszer kellettem megnézni, hogy az ócska nyomtatom
Valóban ocska van, hogy 20 ezer forint volt az egész, abban meg volt egy csomó tinta is, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy milliós cucc. Na, lényeg, azt egyszer kellett megnézni, hogyan kell pontosan beállítani, hogy működjön. Utána fölírtam egy lapra, hát utána természetesen sejthető, hogy melyik adatbázisomba a címbe vittem be ezeket, hogy hogyan kell beállítani. Megnézem, milyen meghajtót érdemes használni, melyiket nem érdemes használni, milyen kiegészítő dolgokat kell felrakni, hogy a tintaszintet is jelezze. Ennyi. Egyszer megcsináltam, és az örökre, amíg ezt a rendszert használom, pontosan ugyanúgy fog működni. A rendszert be kell hangolni a monitorot, felbontását, egyebet. A rendszer behangolásnál értem ám ez alatt természetesen azt is, hogy például a redshiftet, tehát ami is besárgítja éjszakára a monitorodat, nem befesti, csak sárgább tónust ad, tehát melegebb színhőmérsékletet ad, azt beállítod, ennyi. Beállítod azt, hogy milyen programok induljanak, milyen programok fussanak le automatikusan, tehát ezeket megcsinálod, hardware és rendszerbeállítás. Beállítod ilyen dolog, amiről volt szó, és a valahol a blogomban is megtalálható, hogy a host file-ba be kell irogattatni egyetlen egy programmal azt a több ezer, több mint tízezer sort, ami adja azt, hogy olyan honlapokra ne tudjál fellépni, reklámok ne kezdjenek előugrani, ezeket blokkolja az a kis rendszer. A következő dolog a tűzfal, víruskereső, adatvédelmi, takarítási feladatok átgondolása. A Linux Mindes, Zoli készített a tűzfalról egy nagyon jó kis videót, keressétek meg a Linux Mindes csatornán, YouTube csatornán, nézzétek meg a legegyszerűbb beállítás, grafikus, körülbelül három kattintással be tudod állítani alapból azokat a dolgokat, amire neked szükséged van. Víruskeresőről én csináltam videót, hogy ez mennyire jó, mennyire nem jó, akarod vagy nem, azt te fogod eldönteni. Adatvédelemről elég sokat beszélgettem, titkosított fájlok létrehozása, meg egyébről lesz is szó, és hozzáteszem, Zoli csatornáján szintén van a Veracryptről, meg egyebekről, a Kepaszról, mindenféle ilyen dologról szó, nézzetek már meg, ott a nyilacska, hollapomon be fogom linkelni, takarítási feladatok, előbb beszéltem róla, illetve csináltam pár ilyen gondolatsort arról is, hogy hogyan lehet az üres helyet kitakarítani teljesen, tehát felülírni, beszéltem, illetve hát írtam olyan cikket, ami olyan törlő programot mutat be, ami teljesen lesikálja az adott fájlt, letakarítja ezeket az üres helyeket, hogy ne legyen visszaállítható semmi, ezeket át kell gondolni, és a rutin kialakítása, a takarító programok futtatása, a frissítések időzítése, hogy neked éppen mi a kényelmes, használsz egy Linux Mindet, vagy használsz egy Debian rendszert, a Stabilágat, MX Linuxot, kevesebbszer kell frissíteni. Legtöbb ilyen úgyis jelzi, ha beállítod, én nem szeretem. Ha árcsalapot használsz, érdemes sűrűbben frissíteni, hiszen folyamatosan kapod a frissítéseket. Azaz, ennyi, és nézd meg a 11. pontot, ahol megbeszéljük a többi hasonló dolgot. Ez soknak tűnik, de mindent egyszer kell megoldani, azután csak rutin. Én egyszer beállítottam, jó régen, a mentési folyamatot, és azóta nem változott semmi. Adatstruktúra, tehát a könyvtárak struktúrája, amit én használok. Ugyanaz 3-4-5 könyvtárat megadok annak a mentő kis programnak, amiből van egy tucat hasonló, jó, de én ezt választottam, ma olyan ronda színeket adott. Na, maradjunk annyiba, hogy nem ezért, de kényelmesen beállítható. Villámgyorsan meg tudom tenni, és nem kell gondolkodni, rutin feladat lefut automatikusan a mentési, illetve a frissítési, illetve szemléttakarítás rutinná vált adatmentések megtörténnek abban a ciklusban, amiben nekem kell. Ennyi, nem kell sokat agyalni rajta, egyszer jól megcsinálod utána, amíg ez a rendszert le nem törlöd, működik. A következő, amivel mindenki kezd. Két dolog, amire rábukik a kezdő. Minden programot fel kell túlni arra a szerencsétlen gépre, majd utána sipákulni, hogy milyen sok program van, és időnként lelassul. Oké, ő dolguk. A másik pedig az, ami az interneten egy elterjedt dolog, hogy a Linux mennyire jól testre szabható, ez igaz. De az a testre szabás, hogy beállítod az adatmentést, beállítod a frissítést,
beállítod azt, hogy a háttérben futó programok, például az ablakkezelő program úgy működjön, ahogy neked kell, az induljon el, ami neked kell. Ez a beállítás. De ezt nem így értik a testreszabásokon. Úgy értik, hogy hogyan tudod a háttérképet, az egyéb dolgokat megváltoztani, tehát a kinézetre értik. Szerintem ez az utolsó lépés. Utolsó lépések között kell beállítani. Választ ki, vagy fogadd el, amivel települt a rendszered, azt az ablakkezelőt, felületet, ami neked jó. Hangold be! Hangold be a rendszeredet, az ablakkezelőt, illetve a felületet. Először mit? A működés, nem az, hogy milyen színe legyen neki, vagy szegényemnek milyen háttérképe legyen, vagy melyik háttérkép válogató, változtatgató eszköz fusson. Nem érdekes. Először működjön, minduljon el vele, milyen panel, hol legyen, az indító panelon mi legyen, melyik panelt szeretnéd, az ablakkezelő hogyan működjön, gyors billentyűk működjenek, tehát ezek a lényegek. Az egér olyan sebességgel menjen, a, hát mondjuk a mikrofon azért jó lenne, hogyha működne. Ilyenekre gondolok a behangolásra, hogy melyik audio kimenetet használja. Ebbe a gépbe van, amit az alaplap szabályoz, tehát van azon egy kimenet, minden alaplapon van, bedugod a hangszórót. Akkor van a videókártyán egy kimenet, ami bizony a monitorral együtt, a HDMI, meg egyéb ilyen kábeleken keresztül adja a hangot, meg van a mikrofonom, ami USB-s csatlakozó, azon is van egy hangkimenet, hogy melyiket használja. Ezeket kell beállítani, nem az, hogy a menüsor zöld legyen, vagy jobb oldalon legyen pöttyök rajta, vagy egyebek. Ezeket kell, majd utána, amikor már minden flottul működik, a kinézetre lehet hangolódni. Meg tudod adni még a legegyszerűbb rendszernél is, ablakkezelőnél is, az Openbox-nál az egyik legfapadosabb, hogy mi hogyan nézzen ki, a keretek hogyan nézzenek ki, van róla videó, nézd meg. És azt kell megtenni, azt, és úgy, ahogy az neked jó. Észrevettétek, aki régebb óta követ, meg különben is már sokszor emlegettem az XFCE-t és az Openbox-ot használom, felváltva mind a kettő, nagyon egyszerű rendszer ilyen szempontból, fapados, hogy úgy mondjam, tehát nem egy KDE vagy egy GNOME, ahol rengeteg ilyen-olyan beállítási lehetőség van, fapados, egyszerűen átlátható, jól kezelhető rendszer, minél kisebb egy rendszer, egy ablakkezelő, egy felület, annál könnyebb úgy megcsinálni, hogy abba hiba ne legyen. Minél nagyobb, annál több hiba lehetőség van, minél több lehetőség van, számomra fontos, vagy kevésbé fontos, vagy teljesen fölösleges lehetőség, annál nehezebb úgy megérni, hogy abba semmi hiba ne legyen. A KDE meg a plazmával elég sokan morgolodnak, hogy ez nem megy, az nem megy, és vannak benne olyan hibák, ez csak példa, az nagyon jó rendszer, nagyon szép felület, nagyon hasznos, csak én nem szeretem, mert vannak benne olyan hibák, amik 2,5 évvel ezelőtt is benne voltak, és most is arra panaszkodnak. Hát bizony én megtaláltam azt a kettőt, ami nekem tetszik, keresd meg neked, ami pontosan megfelel. Ezekről elég sok videót készítettem, és át fogjátok látni, hogy miért szeretem őket, mert egyszerűek, nagyon egyszerűen beállíthatóak, és nincs bent sok macera, nincs bent sok lehetőség, és jól a szó igazi értelmében testre szabhatóak, hiszen, ahogy láttátok, sokszor én egy XFCE panelt használok, meg egy Tint2-es panelt, és vegyítem a dolgokat, semmi ütközés nincs. Openbox alatt ugyanúgy megy a felső panelem, ami az XFCE-nek a saját panele, oka van, hogy miért azt használ, meg a másik oldalon, itt bal oldalt a monitoron, úgyis láttátok többször, mit láttok, a Tint2-es panelt, és ugyanúgy be lehet állítani. Fajék egyszerűségű dolog. Nem annyira, de nagyon könnyen meg tudod oldani, hiszen vannak róla videók. Nézd meg őket, ott vannak a honlapon, a ehhez a videóhoz tartozó cikkbe, gyűjteménybe, illetve link gyűjteménybe szépen meg kellene nézni. Ez már élvezetesebb munka, mert így alakítod ki az a kényelmes környezetet, amit te használni fogsz. Ne csak arra törekedj, hogy kiválaszd a legjobb, leghasznosabb
hasznosabb szövegszerkesztőt, ami mindent tud, amit neked kell, és szuper, hanem arra is törekedj, hogy olyan környezeted legyen, hogy ne kelljen kapérgálni, előkeresni egy indító akármit, hogy elinduljon a program, hanem arra is törekedj, hogy a szép legyen, hogy billentyű kombinációval elinduljon, start menüből elinduljon, illetve indító ikonból is elinduljon, az, ami neked kell. Tehát kényelmessé és széppé a környezeted. Észrevettétek úgyis, hogy én nem a csicsás, bocsánat, a színes, csillogó, villogó, nem pejoratív, van, aki azt szereti, a lilát, meg hupikéket, meg a neonzöldet, hát neki olyan az ízlés, én ezt a szürkét szeretem, mert a pihenteti a szememet, meg különben is olyan egységes színnel el lehet látni mindent. Ami szürke, a szürke is akkor nincs olyan, hogy ütköznek a színek. Nagyon kényelmes felületet, kinézetet alakíts ki magadnak. Hiába jó a Linux, hiába kiválóak az általad használt programok, ha nem áll kezedre az indításuk. Máshol van a panel. Volt ilyen rendszer, amelyiknél csak bal oldalt lehetett elhelyezni alapértelmezettségbe a panelt, és hát sok ember frász kapott tőle, mert ő megszokta, nyilván hol, alul a panel elhelyezést. Én például nem szeretem alul a panelt elhelyezni, én fölül szeretem a panelt elhelyezni, meg bal oldalt. Nekem így alakult ki. Tehát olyan rendszert kell kialakítani, mármint ilyen szempontból, kényelmi szempontból a rendszeret, hogy jó legyen, és az effektusok is, mármint az izgő, mozgó bizék, amik elővillannak, bigyókat, kis panelokat, meg kis eszközöket lehessen tenni a felületedre, az asztalodra, ikonokat, egyebeket, döntsd el, hogy neked mi a jó. Ha sok az effektus, például a kompiznál számomra sok volt az effektus, és azért hagytam el azt a eszközt, vagy a KDE-nél, vagy esetleg a Plazmánál, a Gnome-nál nekem túl sok a eszköz, túl sok a szépészeti dolog, azokat nem szeretem. Ha te azt szereted, válaszd ki, állítsd be. Elég sok mindent ajánlottam hozzá, jellemzően az XFCE és az OpenBox, az nézzétek meg. Nem fogtok nagyot csalódni stabilitás és testre szabhatóság szempontjából ebbe a kettőbe, mert fajék egyszerűek. Oké, nézzük is meg a következő lépést. Mi az, ami számunkra fontos? Ennyi? Nem. Beállítottad, testre szabtad, van egy működőképes, nagyon szép, neked megfelelő rendszered. Most következik az, ami Linuxozó, ami téged ős Linuxozóvá tesz, ős Linuxossá tesz, ahogy én mondom, a hagyományos eszméket, hogy így mondjam, ideákat követő embere. Most abban a helyzetben vagy, hogy egy szép rendszered van, ami egy kicsit felturbozott Windows. Nem Winfos, hasonlít a Windowshoz, csak egy kicsit sokkal jobb, véleményem szerint sokkal testre szabottabb, de igazából, hogy te Windows alól futtatod mondjuk a LibreOffice-t, vagy Linux alól, és hát nyomtatod ki a leveleidet, meg megnézed a levelecskéidet, akármilyen felületen, hát az igazából teljesen mindegy, nem? Jó, a Linuxhoz húz a szívünk, de igazából teljesen mindegy, hogy mi fut alatta, a funkciót ellátja. De hogyha te ezen túllépsz, hogy egy adott program kört használsz grafikus felületen, és hát sikeresen beállítottál egy indító ikonsort, vagy egy start menüt, és akkor ez nem sokkal több, mint a Windows. Igaz? Nem sokkal több. Mondhatni azt, hogy hát valahol ott vagyunk. Egy kényelmes rendszert kapunk, már a Windows az kényelmes, és azért van ideírva, hogy nem Winfos, és olvassátok el azt a véleménycikket, amikor elmondom, vagy legalábbis megpróbálom átadni azt, hogy nem kell a Windows-t szidni, mert nem azt használod, mert te Linuxot használsz. Azt kell használni, ami neked megfelel. Oké, tehát jelen pillanatban van egy kicsit felturbozott olyan Windows-szerűséged, ami szépen működik. Stabil, szép, nincs vele probléma, már ismered. Ezután, ha te ezen túl tudsz billenni, hogy csak ennyi, ez a csak nem kevés, ez nagyon sok, de ezen túl billensz, akkor jön a Linuxnak a valódi nagyszerűsége, a végtelen lehetőségek tárháza. Higgyétek el nekem, hogy aki most kezd el Linuxozni, az hátrányban van azzal,
aki mondjuk 20 évvel, akárhány évvel ezelőtt, hát ilyen eléggé fapados módszerekkel fölbarkácsolta, fölkínlódta, hogy úgy mondjam, a Linux-át a gépére. Miért? Mert általában kapsz egy disztribúciót, majdnem kulcsra készen kapod meg a rendszeredet. Majdnem kulcsra készen, az azt jelenti, hogy kényelmessé válsz, és nem ismered fel, mert nem vagy rákényszerítve, hogy ez csak a Linuxnak a teteje, a kényelmi része, hogy grafikus programok vannak, hogy nagyon-nagyon szép, de ez csak pici része annak, amit a Linux neked nyújt, azaz jön a 11. lépés, a lenini út. Én ezt így hívom, aki velem egykorú, 50-es vagyok, tehát már elég öreg, ahhoz, hogy tudjam, hogy mi a lenini út, a tanulni, tanulni, tanulni. Ha jól emlékszem, rosszul lesz, úgy mondta a Lenin elvtárs, ucsülszia, ucsülszia, ucsülszia. Lehet, hogy a kiejtésem meg a memóriám nem teljes, de valahogy így van. Azaz tanulni kell. Tanulj, tanulj, és tanulj. Hidd el nekem, a Linuxnál minden nap tudsz olyat tanulni, ami számodra újdonság és élvezetes lesz. Első lépés, amit meg kell tanulni egy Linuxosnak, meg másnak is, de mi most a Linuxról beszélünk, a problémákat meg kell oldani. Vannak, lesznek, tucatszám lesznek problémák. A problémákat nagyon egyszerűen lehet megoldani, úgy, hogy felhasználod a Google varázsos elerejét. Én is írtam egy kis cikkecskét arról, hogy volt egy kis probléma egy programmal, és hogyan lehet megoldani, és keresel ilyen cikkeket. Ha valami problémába beleütközöl, akkor megnyitod a terminált, elindítod az adott programot, hogy terminálból indítsd az adott grafikus programot, és akkor az valamit ki fog írni. Ha éppen grafikus módban nem írta ki már a problémáját, a sirámát, meg a kinyát, hogy a szösz nem akar neki menni, vagy mi nem tetszik. Oké, utána mi a következő lépés? Fogod, beírod a problémát a Google-ba, 89% hogy meg fogod találni a megoldást. A tanulási folyamat nekem még azt tanították nagyon-nagyon régen, ez még a múlt évezredben volt, hogy a diák jegyzeteljen. Írja le azt, amit a tanár, előadó, professzor, attól függ, még iskolába jártunk, amit mond, jegyzetei. Előfordul egy probléma, megoldod Google segítségével, alapesetben meg fogod tudni, mert ennek a Google-nak van egy varázsos ereje, iszonyat mennyiségű információt tartalmaz, és megtalálod benne legtöbb esetben a megoldást, jegyzetelt ki. Én ajánlottam 3 különféle téren használható jegyzetelő eszközt, a címmet. Ez ilyen grafikus felülete lévő jegyzetkezelő, sokkal többet tud, mint amennyit ebből, hogy jegyzetkezelő éppen te gondolnál, tehát egy komplex tudás bázist össze tudsz állítani, hasznos. Van róla videó, van a maszkod. Ez miért jó? Hát kódolni fene se akar, de igen, ha egy scriptet szeretnél megírni. Az előbb említettem, hogy elég sok audio lejátszó programot próbálgattam ki, hiszen nekem van egy viszonylag nagy mennyiségű gyűjteményem hangfájból, és az azért jó lenne rendszerezni. Nem találtam olyat, ami nekem megfelel, lejátszik, rendszerezik, kezeli. Alapból kezelni tudom a tegeket. Kezelni tudja, plusz meg tudom adni neki, hogy 20 perc múlva adja abba a lejátszást. Már este szoktam hallgatni akár zenét, akár audiofájlokat, akár miért, teljesen mindegy, kapcsoljon ki 20 perc múlva, 1 óra múlva. Igen, ilyet nem találtam. Miért hoztam elő? Mert megtaláltam az ideális lejátszót, ami az esetek 90%-ába megfelel, és találtam hozzá, nem hozzá, de hasonló programhoz scriptet, amivel én tudom szabályozni, hogy 20 perc múlva megálljon. És ezt megtaláltam egy olyan jó 1 évvel ezelőtt, és elkavartam. Elkavartam, telepítés, elfelejtettem. De utána rájöttem, hogy az összes ilyen kódot, amit használni akarok, vagy nem akarok, de esetleg szükség lesz rá, mert különben is ingyen van, hogy bemásolom, azt tárolni kellene. Erre kerestem ezt a Maszkod nevű eszköz. Nagyon egyszerű, beírod a típusát, mármint, hogy valami nevet adsz annak a szerencsétlen forráskódnak,
leírásnak, vagy egyéb, és akkor tárolni tudod, nézd meg azt a videót. Szerintem, ha te járod az internetet, és keresel egy megoldást egy problémádra, akkor annak a problémának a megoldását vagy a címbe, vagy a maszkodba létszes elmenteni, hogy meglegyen, vissza tud keresni, mert sajnos nem mindig találja meg ugyanazt a Google. Tehát eléggé kényelmetlen volt, egy fél napom ráment, amíg azt a szerencsétlen, hát viszonylag bonyolultnak tűnő szkriptet előbányáztam az internetről, mert bocsi, de elkavartam. A következő a Chaplin, ami egy honlap mentő programocska, van róla videó. Telepíted a megfelelő eszközt a webböngészőbe, és akkor kapsz egy kis ikonkát a webböngészőbe, ott fönt egy J betűt, meglepő, hiszen Chaplin, megnyomod, és azt a honlapnak azt az oldalát lementi. Hasznos, tehát magadnak építs fel egy tudásbázist, még akkor is, hogyha esetleg ebbe a pillanatban fölösleges munkának tűnik. És mit kell még megtanulni? Keresni az interneten. Ahogy mondtam, és oda van írva egyébként ezt, hogy Google varázsos ereje, én ezt az Arch Linux-nak a készítőjétől csortam, angolul valami ilyesmit írt egy cikkébe, meg többször használta, hogy használd a Google varázsos erejét, valami ilyesmi, és azt nagyon megtetszett. Eriknek ez a mondása, írása, azóta mindig mondom, a Google az nagyon jó, ha tudsz keresni az interneten, akkor a problémáid 99%-át megoldod. A következő gondolat, nyilván mondtam, hogy 90-80-99, jó sok számot mondtam, hogy mennyi problémát meg lehet oldani, de van, amit nem. Tanulj meg egy nagyon fontos dolgot, kérdezni a fórumon. Tanuld meg, hogyan kell kérdezni a fórumon, hogyan kérdezzünk. Gondold át, sok ilyen leírás van, de az emberek 90%-a mit mond? Telepítettem, frissítettem, fekete a képernyő. Na hát ebben 101%, hogy senki nem tud mit kezdeni. Persze tud, vérmérséklet szerint tovább lapoz és nem válaszol, vagy finoman rávezeti, hogy ennél több kell, vagy elküldi melegebb éghajlatra, hogy szerinted ebből honnan a fenéből tudja valaki a helyes megoldást. Értitek? Jól kérdezel, segítenek. Rosszul kérdezel, bele fogsz futni abba, hogy hát nem fognak válaszolni, mert aki tud válaszolni, az nem fog téged, vagy legalábbis nem mindenki fog téged kérdezgetni, rávezetni arra, hogy pontosan mivel érdemes foglalkozni, mit kérdezzél, hogyan, mit nézzél meg, hiszen 500 helyre le van írva. A másik, amit meg kell tanulni, kerülni kell a toxikus fórumokat, ahol csak arra mennek ki az emberek, hogy megmutassák, hogy ők mennyivel okosabbak, szebbek és jobbak, mint a kezdő, és anyázás megy, meg egyéb. Ne nézeges olyan Facebook csoportot, fórumot, ahol nem jó a hangulat. Én szeretek linuxozni. Nem, ez így nem igaz. Én mindent szeretek, amit csinálok, illetve azt csinálom, amit szeretek. Én nem akarok olyan közösségekbe tartozni, ahol marják egymást, meg egyéb elmegy tőle a kedvem. Akkor kiválogattam azokat a csoportokat, azokat a helyeket, ahova érdemes feljárni és megnézni. És Facebook csoportba is időnként benézek, és mit látom? Jön a szerencsétlen kedve. Kezdő életében soha nem látott Linuxot, de azt akar telepíteni. Miért tegyek föl? Okos ember mutatja ám azt, hogy ő mennyire bent van a témában, és a kis ujjában van. Ajánlja neki a Gentoo nevű Linux disztribúciót. Az egy komoly disztribúció, csak éppen 101%, hogy nem olyannak való, akinek esetleg egy egyszerűbb, felhasználó barátabb, egyszerűbb telepítésű Linux mint meghozná a kedvét a linuxozáshoz, és hogyha az már kevés lesz, vagy éppen nem tetszik neki, vagy mélyebben el akar mélyedni benne, akkor Gentoo-ra, egyébre át tud térni. Igaz? Ha ilyeneket ajánlgat, elmegy az ember kedve az egész, hogy na hát most jó megszivatták szerencsétlent, mert hát az biztos, hogy az első 5 percben el fog menekülni a Linux-tól, hiszen mit lát? Nem azt látja, hogy kap egy jó pofa, akármilyen Arch Linux, Linux Mint, Ubuntu, MX Linux, Fedora,
meg bocsánat attól a 100 disztribúciótól, aki korrekt és szép telepítést ad neked. Hát látottad, ahogy feltelepítettél akármilyen rendszert, hogy azért kevés olyasmi van, amivel nagyon-nagyon megakadtál volna ott, és szép, és jó, és egyéb. Oké, jó. Tehát maradjunk annyiban, ezeket kerülni kell, és nem törődni velük. A következő gondolat megint a lenini úthoz tartozik. A használt programokat teljesen ismerd meg. Teljesen ismerd meg. Gyakorlatilag állandó példám ilyen téren. Van egy olyan kis fájkereső programocska, nagyon rövidke. Nagyon jó pofa dolog, hogy find. Keresés. Na hát az kiemelten sokkal többet tud, és jobban paraméterezhető, jobban beállítható parancsorban, például hát ez egy parancsoros dolog, mint ahogy az ember az első gondolatba sejteni, hát persze mire való megkeres egy fájt. Aha, ennél lényegesen többet tud. Ha ajánlanak neked egy programot, és én általában szoktam ilyen, hát extrémebb, furább, kényelmesebb, kevésbé közismertebb programokról irogatni, mert amit megtalálok, azt szeretem dicsérgetni, akkor első legyen az, hogyha látsz, hallasz, olvasol valamit, egy programot, ami hát neked megtetszik, akkor nézd meg a honlapját, a leírását. Vannak a man page-ek, tehát a leírásos oldalak, kapsz egy jó hosszú leírást, a honlapjukon is rajta van internetes leírásokat, a helpet, a keresőt, YouTube csatornákat fel lehet használni arra, hogy megismerj egy programot. Nagyon jó. Ha megismered, teljes mértékben tudod használni, nagyon nagy lesz a hasznossága és az élvezeti foka. Hiszen, hogyha tudod azt a fint, vagy akár még programot összes, nem összes, pár hasznosabb funkcióra használni, amit ő tud, akkor te azt egymásba tudod építeni, és majdnem minden feladatot meg tudsz vele oldani, amit ő tud. Tehát nem kell hatféle programot, hatféle hasonló teendőkre keresgélni, hanem ki kell választani és megismerni azt, ami neked a legideálisabb. Nemrég készült egy file átnevező programocskáról egy leírásom, karcolgattam a tudásának a nagyon-nagyon felszínét, és bizony sokkal-sokkal többet tud, mint az általánosan elterjedt átnevező program. Ha annak a leírását egyszer angolul, de a Google lefordítja neked, átnézed és megjegyzed, hogy ezt is, azt is, amazt is, így és így és úgy tud, akkor nem fogsz 20 féle átnevező programot használni, vannak is nagyon jók, hanem azt az egyet kiismered, és utána majdnem minden átnevezési feladatot kényelmesen vagy kevésbé kényelmesen meg tudod tenni. A következő lépés, ami nagyon fontos, ahogy mondtam, mindenre van nagyon sok program, rengeteg program van, hiszen előbb az audio lejátszókat emlegettem, amik ezt tudják, azt tudják, amazt tudják, ez már elavult, az meg jó. Mindig keres új programot. Mindig keres új programot. Nagyon jó hírportálok, nagyon jó portálok vannak az interneten, akár egy disztribúcióhoz kötött, vagy akár általános Linuxos portálok, ahol úgy időnként bemutatnak jópofa programocskákat. Nem csak az van, amit megszoktak, nem csak az az egy átnevező van, amit mindenki használ, hanem azon kívül van 20 féle. Ki kell válaszolni, és keresni kell újat, mindig újat keresni, és próbáld ki, a folyamatos tanulás nagyon fontos. A folyamatos tanulás álljon abból, hogy naponta, hetente egy bizonyos időt rászánsz. Cikkek olvasására, YouTube videók nézésére, példa, KDN Live videóvágó programot, úgy is tudjátok, hiszen a csatornámat ismeritek, jó néhány videó készült, az, hát az emberek mire számítanak vele, vágok videót, két effekt, ennyi, sokkal többet tud, tele van az internet leírással, tippekkel, és videókkal, ha minden nap rászánsz 10 perces videót, 20 perces videó megnézésére, akkor nagyon megismered azt a programot, a lehetőségeket, az effekteket, és megismered a Linux rendszert, hogyha éppen az érdekel, vagy a programozást, ha az érdekel, de nem az,
a járható út, hogy felteszed a Linuxot, és utána hát azt hiszed minden tudsz, és akkor elbarkácsolsz vele. Tanulni kell, és új programot, új ismereteket szerezni minden nap. Bocs, hogy ennyit beszélek róla, de engem például iszonyatosan zavar, amikor vannak olyan emberek, itt-ott javaslok egyébként pár olyan helyet, amit érdemes fórumot nézegetni, érdemes követni azt a videócsatornát, érdemes arra a Discord szerverre felcsatlakozni, mert ezek normális emberek is, de időnként előfordulnak olyan kérdések, hogy rácsodálkozik az ember arra, hogy miért nem ismeri meg. Régóta Linuxozik, és nem ismeri meg a rendszert. Ide-oda kapkod, és semmi. Alapvető tudása nincs, sok éve Linuxozik, és gondot jelent, akárkinek teljesen mindegy, beírni egy parancsot a terminálba, és nem tudja, hova kell, nem érti meg a magyarázatot, van ilyen. Te ne ilyen legyél. Tanulj, próbálkozz, nem tudod elrontani. Miért nem tudod elrontani? Mert hogyha nagyon-nagyon legyilkolászod a rendszeredet, akkor újra tudod telepíteni, hiszen ott van a mentő lemezed, a installációs pendrive-od, és felhozod újra a rendszert. Legalább gyakorlod. A másik, hogyha már egy picit tovább haladtál azon, hogy Szent Isten, hogyan kellene egy programot felrakosgatni, kezdj el blogolni. Vicces, kezdőknek beszélek, de blogolj. És igyekezz a fórumokon választ adni. Szerényen, odafigyelve, pontosan. Miért? Mert ebből tanulsz. Ha te megoldasz egy egyszerű problémát, ami neked nagy probléma, és blogba ingyenes blogok rengeteg van, ahol te ingyenesen tudsz blogot kezdeni, tehát nem kell honlapot szerkesztened, mert például a WordPress-en is nagyon szép sablonok vannak, és ingyenes, vagy különböző blogrendszerekben, ahol ingyenesen blogolhatsz, tehát nem kell itt pénzt beleölni. Ha leírod, egyrészt megtanulod, mert odafigyelve leírod, másrészt másnak hasznos lesz, és így hasznos lesz, és ő megtanulja, és tőle tanulja meg a te egód, hogy így mondjam, egy kicsit növekszik, ha megdicsérnek, meg hogyha nálad profib kijavít, volt olyan, akinek voltak tippjei, ötletei, hogy mit ütöttem el, mit hogyan kéne másképp, akkor tanulsz. Jobban megtanulod a dolgokat, ráadásul a saját blogodba vissza tudod keresni azokat a megoldásokat, amiket csináltál. Ha a blogba leírod a megoldást, amit megtaláltál, akkor az jobban rögzül. Egyértelmű. És az a problémám, hogy nagyon sok ember nagyon jól ért a Linuxhoz, és látom azt, hogy Linux mindes Zoli abba hagyta a videó készítését, mondjuk, mit tudom, egy éve. Folyamatosan. Hát miért nincs Zolinak videója? Zoli, csinálj videót. Zoli, erről csinálj videót. A fenét. Ha valakinek ilyen ingerenciája van, csináljon egy videót, nem? Hát nem mástól várjuk el, hogy Linuxos magyar tartalom legyen, hanem csináljuk. Nyilván mindenki be tudja határolni, hogy mi az a szint, amitől ő már tippeket, ötleteket tud adni. Lehet, hogy profiknak, haladóknak az a tipp, amit leírsz, az semmi, de esetleg lehet, hogy a másiknak tudsz segíteni, ki a hasonló kezdő. A legfontosabbra ki szeretnék térni, nincs para, no para, nem idegeskedünk. Miért nem idegeskedünk? Azért nem idegeskedünk, mert van egy mentőlemezed, azaz a pendrive-on itt van, most rámutattam, de ti nem láttátok, 2 darab pendrive, az egyik a Arch Linux-nak a telepítő file rendszere, tehát bedugom, ha ezt szépen legyilkoláztam volna valami miatt, a másik pedig egy Tails nevű eszköz, ami egy ilyen titkosított adatbiztonságos élő lemez, pendrive lemezt fogok mondani mindig, mert nekem még DVD az, ami installációs eszköz, az agyamban pedig már régóta nem azt használjuk. Na lényeg, ott van az a kettő. Elrontod a Linuxodat? Nem tudod elrontani, újra telepíted, ennyi. Ha olyan az adatstruktúrát, hogy csak a lemez, a partíciót letörlöd, és arra újra installálsz, akkor nem lesz vele gond. Újra tudod húzni a rendszeredet.
Egyébként, hogyha nem bénázol és odafigyelsz, nagyon kicsi, viszonylag kicsi az esély, hogy le tud gyilkolászni véglegesen a Linux rendszeredet. Nekem sikerült, mert elég sokat belenyúkálok, de egy kezdő, ha odafigyel, nem csinál nagy bajt. Ha rám hallgattál, külön vannak a doksik. Ezért nem kell idegeskedni. A rendszeredet újra tudod húzni. Egy rendszer újra telepítése alapszinten 30 perc. Ha már háromszor telepítettél, ennyi beállítások nélkül. Tehát nyilvánvalóan arról beszélek, menjen a nyomtató, a szkenner, a webkamera, meg egyéb mikrofon. Nem arról beszélek, hogy így meg úgy nézzen ki. 30 perc alatt felhúzhatod, te nem kell idegeskedni. Valamit tönkretettél, ha nem tudod javítani, újrahúzod. Ez az, ami atombiztossá és kényelmessé teszi számodra azt, hogy te nyugodtan hozzányúl odafigyelve bármihez, mert nincs vesztenivalód, hiszen a rendszeredet újra tudod telepíteni, Windowsnál is így van, csak most a Linuxról beszélünk. A következő gondolat, hát természetesen mindenről van mentésed. Adatod nem veszik el. Ennyi. Mentés, mentés, mentés. Rendszer frissítés előtt csinálsz egy mentést folyamatosan a doksiaidról, és akkor nem lehet nagyon nagy baj. Nagyon kevés problémába ütközöl, amire nincs megoldás. Ezért nem kell idegeskedni. Rángatózik a kép, nem indul egy program. Éppen mindenfajta baromságot csinál az a program, azt szerint, hogy te mást gondolsz, és ő mást csinál. Nincs baj. Majdnem mindenre ott van a Google-nak a nagyszerű varázslatos ereje, hogy keresni tudsz, és a problémába más is beleütközik. Vagy kírják, hogy bocs, ez egy ismert hiba, aztán légy szíves már várakozni, hogy majd meg fogjuk oldani. Nagyon egyszerű. Egy idő után olyan rutinod lesz egy idő, egy hónapos linuxozás után, sokat barkácsolsz a rendszereddel, hogy olyan rutinod lesz, hogy rögtön keresel, megtalálod és meg tudod oldani a hibákat. Nem lesz problémád, ha odafigyelve dolgozol. Ami nagyon fontos, és én nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy fölkavarom az állóvizet sok ember lelki világába, de nem érdekel. Úgyis tudjátok, hogy mindig azt mondom, amit én gondolok. Lényeg, ne hopponálj! A hopponás nem az, amit Harry Potter és társulata csinál, hogy valamit csinál, egy kicsit bűvészkedik, aztán eltűnik másik helyen, feltűnik. Nem, nem erre a hopponálásra, de hasonlóra gondoltam. Hopponálás az, hogy egyik rendszerről a másikra térsz, aztán a harmadikra, a negyedikre, ötödikre, hiba. Főleg kezdők úgy vannak vele, hogy beleütköznek az első hibába, első megoldhatatlannak tűnő pitiáner akármibe, amit 3 perces Google keresése talán meg lehet oldani, meg egyéb tanulással, és másik rendszert választnak, másik disztribúciót, mert az szar. És hangosan kimondják, hogy az szar. Kimondják azt, hogy a Debian, ami egy ős Linux, egy nagyon jó Linux, az szar. Utána azt mondják, a Fedora szar, az Arch Linux szar, a Manjaro a szar, a akármilyen egyéb a szar, már mindegyik vacak, és mindegyik fúj, és egyéb. Olyan, mint a WinFos, fúj, hát váltogatj. Nem, ki kell ismerni a saját rendszeredet, meg kell tanulni az egyszerű parancsokat, és utána mi a teendőd? Megszereted. És utána mi van? Nem is akarsz elválni tőle. És mikor kell elválni valamitől? Amikor valóban szükséged van rá. Nem támogatja a hardveredet. Előfordulhat, felteszel egy rendszert, és kiderül, hogy a nyomtatódon nem támogatja rendesen a videokártyádat, éppen vannak ilyenek, vannak olyan rendszerek, amelyik A, és van amelyik B videokártyákhoz jobbak állítólag. Nem tapasztaltam, hiszen úgyis tudjátok, nekem egy egyszerű videokártyám van, egy RX 570-es, és azt szerintem mindenki támogatja azon a szinten, ami szinten nekem kell, ennyi. Ha nem támogatja a hardveredet, akkor nyilvánvalóan másik Linuxot kell nézned, hiszen hát a hardware támogatottsága ennél nincs meg, akkor kell váltani. A másik, amikor nincs meg az a program, ami kell. Én azért váltottam az MX Linuxról, imádtam. Úgyis tudjátok, régi videókat, aki látta, tudja, hogy az MX Linux mellett nagyon ott voltam, mivel váltott a háttér, tehát a Debian 9-esről 10-esre, és kikerült belőle 3 olyan program, PTNR program,
A képmentő program, amit én használok, a Shooter programocska, az a audio lejátszó, az Amarok, amit én használtam, kikerült, és egyéb dolgok is kikerültek belőle. Hát ilyen-olyan megoldása föl lehetett volna barkácsolni, nem egy. Tehát akkor kell váltani, hogyha nincs meg az a program, ami számodra fontos, de azért, mert beleütközöl egy kisebb hibába. Azért igazából ne a Linux disztribúciót szid, hanem próbáld megoldani. Lényeg a lényeg. Ennyi. Ennyi. Olvassátok el a cikket is, abban lesznek bent azok a videó vagy leírásos linkek, amiről beszéltem. Most megpróbáltam nektek, bár nem egy tökéletes tanulási ívet, ilyen léptessünk egymás után dolgot összeszedni. A véleményemet elmondtam, ez inkább véleményi videó volt, nem sok ilyen lesz egyébként. Jobban szeretek programot bemutatni, de sokszor beleütközök abba a ténybe, hogy van, aki föltesz egy Linux disztribúciót, majd utána felrakja a programokat, és nem tud tovább lépni. Ezek a egyszerű dolgok, tegyél már föl egy kernel pluszt, hogyha esetleg az egyik gépen megdöglik, akkor a másikat el tud indítani. Hát jó lenne, hogyha a mentési folyamatot beállítanád, és nem avval menne el az első hetet, hogy kék, zöld, vörös, pici, nagy, kinézett, hogyan villog a monitoron, ez az amaz, avval megy el, az úgynevezett testre szabása, hanem a rendszert kell először beállítani, utána meg úgy szépíted, ahogy akarod. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem pár olyan hasznosat mondtam ebbe az egy órába, ami talán valakinek segítség lesz, ha meg nem, elnézést mindenkitől, elég sokat beszéltem. Sziasztok!